A tömbházakban és lakásokban érvényes szabályok olyan elemeket is tartalmaznak, amelyeket már régebben is előírt a határozat. Újabban a büntetés négyszeresét is elrendelheti a hatóság az ellenőrzést végző kommunális rendőrség bejelentése alapján. Recimo da je sada intencija na održavanju, unutrašnjem održavanju, održavanju instalacija i vođenju računa o bezbednosti ljudi koji žive u zgradi, dolaze u zgradu, misleći na korišćenje terasa, znači cveće na terasama, da moraju biti obezbeđeni na poseban način kako ne bi došlo do pada oštećivanja imovine ili, nade Bože, povrede lice koje se nalaze oko zgrade. A tervezet szerint ezentúl a szülők lesznek felelősek a gyerekek viselkedéséért a pihenésre kijelölt időszakban. A lakásokban tilos lesz a zajkeltés, hangos zenehallgatás, porszívózás, vagy bármilyen gépek használata a pihenő időszakban, vagyis hétköznaponként délután 16 órától 18 óráig, 22-től reggel 7 óráig, hétvégén pedig péntek este 10-től szombat reggel 8-ig, szombat este 22 órától vasárnap délelőtt 10 óráig. A határozat betartásáért az épületek lakói által megválasztott vezetők felelnek majd. To je uglavnom za velike zgrade će to biti onako malo škakljivo i onako malo veći problem. Za male zgrade to u principu nije problem. Amennyiben a tervezetet elfogadja a városi képviselőtestület, az illetékes vállalat minden tömblokásba eljuttatja majd az új szabályzatot, így a lakosok tájékozódhatnak az új rendről.